Az Újpesti Városvédő Egyesület, a Közművelődési Kör és a Helytörténeti Alapítvány kezdeményezésére évről évre megkoszorúzzák az újpesti kéttanítási nyelvű műszaki szakközépiskola falán elhelyezett, általuk adományozott emléktáblákat, melyeken az elhunyt akadémikusok neve szerepel. Wintermantel Zsolt polgármester a civil szervezetek vezetőivel, az iskola igazgatójával november 17-én megállapodást írt alá ezen megemlékezések támogatásáról. Wintermantel Zsolt polgármester hangsúlyozta, bár a szakközépiskola fővárosi fenntartású, mégis szívesen adnak akár erkölcsi, akár anyagi segítséget tevékenységükhöz, hiszen az intézmény olyan régóta és olyannyira része a kerület közoktatásának, hogy nem lehet nem számolni vele. A megállapodást Újpest polgármesterén kívül Zombori Béla az iskola igazgatója, dr. Kovács Ivánné a Városvédő Egyesület elnöke, Urbán Kornél a Városvédő Egyesület tagja, az UMSZKI tanára, dr. Kőrös András a Közművelődési Kör elnöke, valamint az Újpesti Vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke Telek Zoltán írta alá. A helytörténeti alapítvány dr. Sipos Lajos képviselte. Hogyan indult ez a kezdeményezés? 2000-ben, illetve 2007-ben került fel ez a márványtábla az iskola falára, és körülbelül 2005 táján kezdtünk el beszélgetni arról, hogy valamilyen módon ennek a táblának a koszorúzási ünnepségét ki kéne terjeszteni az iskola falain túlra, és felvettük a kapcsolatot a város civil szervezeteivel. Én egyébként ezekben a szervezetekben alapító tag vagyok, így aránylag könnyebb volt megkeresni és szót érteni a szervezetekkel. Ők is nagy örömmel fogadták, mellé álltak ennek a kezdeményezésnek, és 2009-re érett be a kezdeményezés, mert akkor volt az első olyan koszorúzási ünnepség, amin már részt vettek a civil szervezetek és a város prominensei, a városvezetés, és ami különösen fontos számunkra, a város díjazottjai, díszpolgárok, újpesti díjasok, aranyhorgony díjasok, és így nem csak a táblán szereplő tudósok életműve került közelebb hozzánk, hanem azoknak a jeles újpesti polgároknak a tevékenysége, akik köztünk élnek, és fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink megismerjék őket. A tanulóink egyébként zömmel újpestiek. Milyen jelentőség van ennek a táblának, vagy ezeknek a tábláknak a nevelésben? Hát az a szellemiség, amit ez a tábla sugároz, az tulajdonképpen, hát mondhatom, beépült az iskola falai közé, mint ahogy hát az a szellemiség is, amit az alapító újpesti polgárok tettek, hiszen talán mindenki tudja Újpesten, hogy ez az iskola az újpesti polgárok anyagi áldozatával jött létre, ingyen adta a telket Újpest városa, és az építési költségek felével is hozzájárult. És hát ennek az iskolának jelentős szerepe volt az újpesti ipar fejlődésében, és ugye tudjuk azt, hogy a múlt század első felében milyen óriási iparfejlődés zajlott ebben a városban, és mi tulajdonképpen büszkék vagyunk arra, hogy mindig is hozzá tehettük a magunkét ehhez a fejlődéshez. Egyébként ez az iskola egy innovatív szellemiségű intézmény, és nagyon kreatív diákok jártak hozzánk, akik fogékonyak az új technikára, és valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy a mi iskolánk nagyon erősen tudta követni a technika fejlődését. Az önkormányzat most miben tudja támogatni az iskolát? Az önkormányzati támogatást elsősorban abban várjuk, hogy személyes részvételével emelje a rendezvény rangját. Az nagyon fontos, hogy a város vezetői eljöjjenek, ezáltal folyamatosan tudják tartani a kapcsolatot azokkal a vendégekkel is, akik ezen a rendezvényen részt vesznek. Ugyanakkor áttételesen a vagyonkezelő
anyagi támogatást is nyújt a rendezvény lebonyolításához, hiszen a koszorúzást követő fogadásnak jelentős költségei vannak. Ezt részben a vagyonkezelő állja, az ő anyagi segítsége jelenik meg, de ami számunkra nagyon fontos, egy nagyobbik részt az újpesti vállalkozók biztosítják, tehát általában egy ilyen koszorúzási ünnepségen 10-15 szponzor támogatásával tudjuk a rendezvény színvonalát megfelelően biztosítani. Ezek a szponzorok olyanok, akik Újpesten tevékenykednek, fontosnak érzik az eseményt, valamilyen szinten kötődnek az iskolához is. Jellemző az, hogy ezek a szponzorok esetleg hozzánk jártak, vagy rokonaik jártak hozzánk, tehát az iskola társadalmi beágyazottsága az tulajdonképpen elég nagy, és hát az is örömünkre szolgál, hogyha ilyen jellegű segítségre van szükség, akkor tulajdonképpen, hát talán túlzásként hangzik, de azt mondhatom, hogy sorban állnak a segítőkészséggel a kapcsolatrendszerünkben lévő cégek.